Kér megölte XP-t? Ne srácok! Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és így el, te leszel a legnagyobb sztár. Na hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XP-ről keresen elkezdtük egy olyan videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint ennek a Hunting House-nak, vagy igazából ilyen vadászháznak fogjuk megnézni, hogy milyen titkokat rejtett srácok. Tartsatok velem, mert nagyon-nagyon jó videó lesz, higgyétek el. Sajnos Kormi nem tart velünk, mert most otthon marad, de azért, ha szükség lesz rá, hoztam magammal egy telefont, és majd fel tudjuk hívni. Kíváncsi vagyok, amúgy konkrétan ide hívtak engem, mert azt mondták, hogy itt lesz valami feladatom, és ez elég érdekel, hogy milyen feladatot kaphatok, úgyis itt lakik a polgármester, a falu polgármester, szóval úgy gondoltam, benézek ide. Ha-ho! Jó napot! Van itt valaki? Nem látok senkit mégis, srácok, hogy elnézem, itt az elég szép ház, meg drága képek vannak itt, ahogy elnézem. Azt mondja, a csatorna és fürdő, ezt gondolom, ez oda vezet le, és illetve... Ó, milyen szép, és ó! Jó napot! Gondolom maga a polgármester, szép napot, igen, itt ő maga a polgármester, szép napot. Hát akkor nem tudom, eljöttem, hogy én vagyok az XP a kalandor, és úgy akkor maga hívott ezek szerint fel. Milyen feladatom lenne már, mint hogy nem tudom, itt egy láda. Ó, ebben van gondolom leírva a feladatom. Nézzük csak meg. Üdvözöllek, kalandor! Adok neked egy nagyon egyszerű feladatot. A házban van egy nagyon nagy egér, akit nem bírunk elkapni. Viszont neked szerintem sikerülni fog. Ha elkapod és idehozod, adok neked 10 aranyat, értem, sok sikert. Ó, hát egy egeret kell elfognunk, ami ebbe a házba van. Hát srácok, ez nagyon-nagyon egyszerű feladatnak tűnik, habár én azért elég nagy vagyok, és nagyon nehezen fogok egeret, habár... Ó, itt egy telefon. Polgármester úr, használom ezt a telefont, jó, rendben, mert felhívom az egyik barátomat. Srácok, felhívjuk Kormit, mivel hogy szerintem, hogy jobban el tudnál kapni azért ezeket az egereket, és ide hívjuk, és majd rábízzük ezt a feladatot, aztán majd elfelezzük az aranyat, 5 aranyat szépen elveszünk. Na, hívjuk is fel. Halli Kormi, szia, figyelj már, arra kérlek, hogy gyere már ide, mert egeret kéne fogni ebbe a házba, ráérsz? Gyorsan, úgyis gyorsak a lábaid, ide futsz, aztán, ja, jó lenne, hogyha ide jönnél. Ja Istenem, X, olyan béna vagy, nem tudsz egy kalandot egyedül megoldani. És mennyi aranyat kapunk érte? 10 aranyat kapunk érte, figyelj, szóval a felét megtartatod, mit szólsz, vesz belőle halat, meg mit tudom én, mit, bármit, jó? Benne vagy? 5 perc és ott vagyok, te szerencsétlenség. Oké, akkor várlak. Sziasztok srácok, Kormi is here! Megjöttem, mert XP-kert adjajak, és hát igazából fogjuk meg azt az egeret közösen srácok. Azt lehetnétek még, hogy szerepeljek videókba, akkor csapassak el a talmas egy lájkot, iratkozzuk fel, és a csengét sem felejtsétek el megnyomni. Úgyis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, illetve ne felejtsétek el, vannak XP-mintás termékek, pulcsi, bögre, táska és kirakós, meg egy 100 vél brutális minőségű termék, szóval hogyha vérbe X felelkapása is lehet a legmenőbb, viszont vágjunk bele, itt ez a ház, és nyomokat kéne keresnünk. Na gondolkodjunk srácok, az egér sajtot eszik, szóval biztos, hogy ahhoz, hogy életben maradjon, szüksége van sajtra. Ez kutatni kéne, nézzünk körül itt a ház körül, hát ha találunk valami nyomot. Nem tudom, srácok, ti láttok valami érdekeset, akkor szóljatok azonnal. Ó, ez micsoda? Ez micsoda, nézzük, csak meg szépen is sükkével próbáljuk meg kiütni. De ó, ez nagyon hosszú idő kiütni, szagoljuk meg. Á, srácok, ez sajt. Ez sajt. Mit keresne a ház előtt egy adag sajt, ha csak nem az egér hozta ide? Ez egyértelmű, srácok. Ott van még egy. Ez a, úgy tetszik, könnyű lesz megfogni ezt az egeret, mert elég sok nyomot hagy maga után. Igen, itt is sajt, és ez erre vezet valamerre. Ott az mi? Az az egér, ott jól látom. Az ott az egér. Mit keres itt? Eltűnt, ott volt, jó irányba jövünk ezek szerint, mert itt van a sajt, és erre is vezet. Úristen, jól van, jól látom, hogy ez ott az egér volt. Ez viszont mi? Miért vezettek be ide a nyomok? Ez egy ilyen kriptaszerűség, vagy nem tudom mi. Hát menjünk le óvatosan, mit keresne itt egy egér? Elég érdekes, hát de óvatosan akkor menjünk le. Elég rémisztő ez a hely amúgy. Úristen. Jó, menjünk szépen. Wow, nagyon rémisztő ez a hely, srácok, óvatosan azért csak. Ez XP feje! Ez az egér megölte XP-t! Ne srácok! Ez hol? Ott van! Elfut! Elkapjuk! Gyorsan kapjuk el! Eltűnt, ez ott volt egy láda! Srácok, ez az egér megölte XP-t, én ezt nem hiszem el! Itt egy csomó sajt! Itt egy sákány! Itt egy csomó vér! És kőpor. Nincs is semmi más. Úristen, srácok, ez az egér egy gyilkos, ez nagyon-nagyon durva. De hiszen gondolkodjunk, hol lehet az egérnek a búvóhelye, majd az a lyuk, ahova el szokott bújni. Gondolkodjunk egy kicsit, gondolkodjunk. Van itt kőpor és sákány.
Srácok, Valahol a föld alatt kell lennie a búvóhelyének, gondolom ott van csak kő. Szóval menjünk vissza a házba és keresünk egy olyan részt, ami a föld alá vezet, mert ott szerintem ott kell lennie az egérnek mindenféleképpen. Mivel hogy, hát mégiscsak srácok, gondolom, hogy ott lesz, mivel hogy, hát ja, az egerek a föld alatt élnek, meg most itt tele van kőporral, meg miért lenne csákány itt, ez elég furcsa. Gondolom ez az egér az ezért rejtette ezeket a dolgokat el, hogy a búvóhelyre el tudjon mindig menni. Merre lehet a búvóhelye? Gondolkodjunk csak, itt egy könyvtár van. Itt mi van ebben a szobában? Ez egy zongoraszoba, ahogy elnézem. Igen, ez egy ilyen zongoraszoba. Itt egy zongora, itt egy könyves rész, itt egy kanapé. Régi pince. Ó, érdekes, nézzük csak, hogy szépen így ez a föld alatt van. Elég érdekesen néz ki. Azt mondja, lezárt alagút, belépni tilos. Szóval lezárt alagút? Ez biztos vajon? Aha, gondoltam én. Valószínűleg ez az egérnek a búvója, de ez micsoda ez a hely? Miért vannak ide bezárva falusiak? Oké, ez elég furcsa. Gyertek ki, falusiak, segítek nektek kijönni. Ezt viszont abszolút nem értem. Gyere ki, gyere! Ha! Oké, óvatosan, ez elég érdekes. Miért vannak ide bezárva falusiak, és mik ezek a gépezetek? Ha! Ez ugye nem. Ó, srácok, ez egy ilyen kivégző eszköz. Ó, gyertek ki! Ó, se srácok, itt mennyien meghaltak már? Úristen, ez is egy ilyen kivégző gépezet. Ne, srácok! Jó, engedjük ki gyorsan ide a falusiakat, mielőtt van bajuk lesz. Ne! Oké, úristen, nem akarok itt tönkretenni. Itt már meghalt egy ember. Úristen, ez az egér, ez megöl egy csomó embert. Ez nagyon-nagyon durva. Itt van valami. Itt egy könyv. Ez az egér nem egyszerű sima egér. A neve Jerry, és minden este elkábít egy falusit, idehozza, a börtönbe zárja, majd kínozza őket. Segítened kell nekünk. Most a csatornába bujkál éppen. De vigyázz, varázsolni is tud. Úristen, ezek szerint ez az egér, ez megöli az embereket, meg nem csak sajtot eszik, hanem embereket. Na jó, srácok, oké, meg kell őt valahogy állítanunk. Viszont azt mondta, hogy varázsereje van az egérnek, amitől az eléggé félek. Jó, oké, menjünk szépen vissza. Gyertek, falusiak, szabadok vagytok, mert nem kell többet félnetek. Megállítom ezt a Jerry nevű egeret. Azt mondta, hogy a csatornába bujkál éppen Jerry, ami pedig azt mondta, hogy erre van valamerre. Úgy láttam, igen, úr, közben is este adott az elég rémisztő. Nézzük csak meg. Jól emlékeztem. Csatorna és fürdő. Jó, menjünk szépen, de gyorsan a csatornába, és állítsuk meg valahogy Jerryt. Oké. Igen, ez a fürdő rész, és csatorna. Jó helyen vagyunk. Ez az akkor a csatorna. Ó, és a srácok, a csatornában, de büdös van. Nagyon-nagyon büdös a srácok, de menjünk. Ugorjunk, megkevetem a falusokat. De büdös van. Nem szeretem a vizet, macskakét. Lent vagyunk a csatornában, zseniális, srácok, undorító ez a hely. Hát, jól van, akkor nem tudok más tenni, menjünk szépen és keressük meg, hogy merre lehet Jerry, és próbáljuk meg valahogyan megállítani. Srácok, nagyon-nagyon büdös van, de közben szerencsére itt találtam egy kést, illetve egy shotgun fegyvert, szóval ha esetleg jön az egér, akkor azonnal meg tudjuk ölni. Na, menjünk tovább. Jól láttam, itt már valami vízes észszerűség van. Úristen! Srácok! No! Úristen! Ez kicsit fájt. Jó, menjünk tovább. Érzem már így a szuper egérkeresős érzékeimről, hogy már közel lehetünk. Erre mi van? Itt nagyon üres minden. Itt mi van? Gyógyítás bejött, és egy közé bot. Érdekes. Nézzük csak, mi van itt. Ott van! Megvan az egér! Jó, már csak elkaptunk! Gyere, egér! Haha, én egy macska vagyok, azon nem fog ölni. Soha nem fogsz elkapni. Miért nem csak egy egér vagy? Gyere! Ez most mi történik? Átváltozott! Tényleg tud varázsolni! Lőjük le! Úristen, nem tudom bele divizsálni! Fussunk! Követni fog minket úgyis! Azaz, kapjuk el! Mindjárt kifogyunk, az a baj! Nincs sok történjünk, itt levárjuk, és fejbe fogjuk lőni. Gyerünk, most csinált minket, itt át fog úszni mindjárt. Gyerünk, sikerülni fog, mindjárt jön. Ott jön, oké? És... Azaz, megöltük, jól van, két lövés volt. Hát megöltük ezt az egeret, srácok, mert soha többé nem fog semmelyik falusnak se ártani. Viszont ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, srácok. Igen, akkor csapassuk egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Remélem mindenkinek tetszett. Én Korbi voltam. Ha szeretitek még ilyen videókat, akkor írjátok le kommentbe. Viszont ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!